Sziasztok! A párom azt kérte, hogy egy óra után, mert most ilyen köztes műszakban van, vigyek már neki át egy kis ebédet, és de valami nem túl, tehát inkább ilyen kis diétásat, úgyhogy úgy döntöttem, hogy csinálok neki egy kis roston halat, és ilyen grillzöldséggel, ezt már így összevágtam, egy nagyon pici szansz. Ja, a múltkor egyik nézve mondta, hogy ne szalszát mondjak már, hanem szanszát, ugye, mert úgy kell ejteni. Összevágtam lilahagymát, cukkinit, paprikát, egy kis gombát. Ezt most csak egy ilyen egy adagnyit csinálok, majd teszek bele egy kis paradicsomot, meg egy fokhagymát, azt majdnem jó, hogy megláttam. Majdnem kihagytam, azt is hozzáteszem szépen. És amíg itt a hal megsül, ezt begyújtottam be, amíg a hal megsül, addig ez itt szépen megpirul, teszek rá borsot is, és semmit nem teszek rá, csak ezt az olívaolajat, sót, meg borsot. Ennyi lesz az ízesítés, meg az az egy gereszt fokhagyma, és a végén teszem bele a paradicsomot, azt csak szinte belemelegítem. Na ennyit a grill zöldségről, mondjuk egy kicsit így mutathatnám, mindegy, ott sül, de a lényeg, hogy vettem ilyen tengeri halfilét, várjátok, mondjuk meg is mutathatnám ezt az alaszkai pollákfilét. Ezt azért szeretem, mert ezt bedobtam ilyen a csapból kifolyó meleg vízbe, mire összevágtam a zöldséget, addigra szinte ki is olvadt, nem szinte, addigra kiolvadt a hal, és azért teszem ilyen rácsra, hogy csörögjön róla, csörögjön, csurogjon. Egyre kevésbé tudok beszélni, ahogy öregszem. Na mindegy, szóval csurogjon, csöpögjön róla a saját kis leve, ezt most lesózom. Nem is sóztam le korábban, mert ezek annyira vékonyak ezek a halak, ezt úgy utálom, hogy ezt itt behajtják ezt a farkat, aztán sütés közben meg letörik, meg leesik, na mindegy. Ezt nem tudom miért csinálják, hogy jobban nézzen ki, vagy... Tehát, na jó, teljesen mindegy. Szóval a lényeg, hogy ezt most egy picit lesóztam. És ez itt fele zsemlemorzsa, fele pedig kukoricapehely összedarálva, de csak maradt most, amikor csináltam ezt a sült krumplis videót, maradt belőle egy kicsi a panírból, és tudtam, hogy úgyis egy-két napon belül elhasználom, úgyhogy nem dobtam ki. Na és a lényeg, hogy direkt most egy ilyen öntött vas serpenyőt vettem elő, teszek bele egy kicsit ebből a szansa olajból, annyit, hogy azért így az olaj így látható legyen rajta, ilyen 1-2 mm vastagon, és majd amikor már így meleg, akkor fogom beletenni a vizet. Egyébként, hogy megsütöm a halakat, addigra ez a grillzöldség is szépen össze fog itt pirulni. És a lényeg ez, hogy ha ilyen roston halat csináltok, hogyha nem tapadásmentes, ugye ez most öntött vas, ebbe a hús is, meg ez is egyből hozzátapad a felületéhez, és akkor kell megfordítani, amikor elengedi, de addigra egy hal, addig szétsül. Na nézzed meg, ez is... Na jó, mindegy. Mert gondolom, hogy ne legyen olyan vékony. Megpróbálom, megnézem, hogy így meg lehet-e sütni, hogy föl van hajtva a farka. És a lényeg, hogy ha megforgatjátok csak így simán egy kis zsemlemorzsába, vagy ilyen kukoricapelyhes összekevert zsemlemorzsába, akkor nem tud föltapadni az edénynek a felületére, de azért nagyjából ilyen roston sütött feeling lesz, egy pici morzsa fog rajta maradni, az még így roppan is rajta, tehát egy sokkal könnyebb így megsütni, hogyha bemorzsázzátok. Igazán emiatt mutattam meg azt, meg amiatt, hogy tulajdonképpen egy ilyen tök egyszerű ebédet össze lehet pikpak dobni, mert mire a hal kiolvadt, addigra össze tudjátok vágni a grillzöldséget, az már sülhetett is volna, csak most így egyszerre meg akartam mutatni, hogy csinálom. Na ezzel még egy picit várok, mert mire ez az öntött... Nem. Jó, alakul. Na! És akkor még annyit szoktam csinálni, most ugye le van sózva, hogy egy picit én ilyenkor így megnyomom a halat. Nem töröm össze, csak kinyomom belőle a vizet. És megnézem, hogy az megsül-e így, szerintem szét fog nyílni, de mindegy. És csak így óvatosan. Látjátok, mennyi víz kijön belőle, és akkor ez nem bele fő, úgymond a serpenyőbe. Látjátok, mert ami a kezemen van, az is... Most egyelőre csak ennyit sütök, ezt meghagyom délutára, ha megjönnek a lányok. Ezt most, ha már így be van hajtva, megnézem, hogy így megsűl-e szépen. És akkor ezt csak simán így megforgatom ebbe a morzsába, és akkor nem fog oda tapadni a edényhez. Sokan ezzel szenvednek, hogy azért nem tudnak egy jó halat sütni, mert összetörik, szétesik, nem lesz gusztusos.
meg a szálka miatt, de szálka sem nagyon van. Ja, és még valami, nagyon sokan használják ezt a pangasius filét, én nem szoktam, mert ilyen, a nagy részét Vietnámban olyan vizekben tenyésztik, ami súlyosan terhelt, hogy finoman fogalmazva. Tehát ha lehet, akkor mondjuk inkább ezt a pollák filét vegyétek, mert ez a pangasius ez nem jó, tehát bármit mondanak, én azt nem használom, olyanokat hallottam róla, hogy tühalja. Na, várok, amíg egy kicsit fül a hal. És ezt is, mint a rossz csirkét, amikor kezd már itt egy picit így átfehéredni, akkor szoktam megfordítani. Látjátok? Tök könnyen még erről a vasról is direkt nem ilyen tapadásmentes serpenyőt használtam. Gyönyörű szépen főjön róla, és lesz rajta egy pici kis roppanós ilyen, hát ilyen panír-szerűség, de hát ettől lesz még, ugye a roston sült az azt jelenti, hogy nincs rajta semmilyen panír, a natur szeret az a lisztet, de ennek nem tudom, mi lenne a jó megfogalmazás, ez meg nézzetek meg, gyönyörű szépen addigra át fog egy kicsit pirulni, át fog párolódni. Ezeket a grillzöldségeket nem kell rommásítni, és ezt a paradicsomot is csak a végén fogom belemelegíteni, és úgy fogom szépen beledobni az én drága szerelmemnek. És hát most meg kiszem ide, meg, vagy lehet, hogy meg se kóstolom, mert ugye nem ebbe fogom átvinni, de szembe viszem a munkahelyére, hanem egy ilyen elviteles kis dobozkába. De nagyjából ennyi, és ezt most, hogyha hazajöttök a vásárlásból, egy ilyen csomag halat mondjuk, hát ennyi jön ki belőle, most ha jó étfű az ember, akkor két ember azért ezt megeszi. Ez nem tudom hány dekás, ami 45 lehet, vagy fél kiló, vagy fene tudja. De tehát, hogyha mondjuk egy családnak négy főre akartok, akkor vegyetek két csomaggal belőle, és ennyi. Nézzetek meg, milyen szép gusztusosan megpirult benne minden. Nem kell, ezt is sok szokták, hogy fedő alatt, meg rommá puhítják. Nem kell. A másik, ami jó, az ilyen morzsás trükkben, már bele is teszem ebbe a paradicsomot. Most még egy kicsit átmelegítem, és kész is. Tehát itt arra nem emlékszem, hogy sót tettem-e bele. Megmondom őszintén, nem tudom. Tettem, szerintem, mert sós. Ezt is lezárom. Körülbelül ennyi sülés bőségesen elég meg kell, hogy legyen a halnak. Nézzétek meg, a másik oldala már kezdett volna oda tapni, de ilyenkor ez a morzsam marad lent, látjátok? És akkor a hal meg szépen följön. Látjátok, elvált az, és nem esik szét, nem hullik darabja, de az meg, hogy itt marad, de még a következőt ugyanúgy meg lehetne sütni, mert ez megint nem engedi leégni, csak ugye ez az öntött vas, ez még tartja a hőt. Tehát nagyjából ennyi. Ezt most egy kicsit így átmelegítettem, nézzétek meg, gyönyörű szépen megpirultak a zöldségek, és kész is van az étel, le is zárom. Itt van a hal, hát amennyire lehet, ugye nem esett szét, most megkóstolhatnám, de higgyétek el, hogy ennyi alatt gyönyörű szépen tökéletesen megsül, és nem szárad ki, nem lesz ilyen gumis, mert amiatt se szeretik sokan ezt a halat, mert hogy gumis lesz, jó? Na, ennyit akartam mutatni, hogyha használtok egy kis morzsát, akkor sokkal könnyűbb még tapadásmentes serpenyő nélkül is megsütni ezeket a cuccosokat. Na, mindenkinek továbbra is jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!